Megállíthatatlanul nő a liszt ára, ami sajnos a kenyér árán is érezhető ebben a hónapban. A malomipar kivárta lisztárának az emelésével, de most rossz hírt kaptak a karcagi pékek is. Sajnos mi rendszeresen rossz hírt kapunk, mert mindig van valamilyen áremelkedés. Ugyanbár beharangozták, hogy áprilisban lisztáremelés lesz. Örültünk neki, hogy a malom kivárt és nem emelte fel a lisztnek az árat, viszont most nem tudnak tovább várni. Sajnos jelentősen növekedett a liszt beszerzési ára júniusra. Jelentősen megnövekszik a lisztnek az ára, ugye folyamatosan emelkedik minden más alapanyagnak, járulékos anyagnak az ára, és így kénytelenek leszünk megint árat emelni. Az áremelkedés a termékek árában lesz tapasztalható. Most még várjuk a kész árajánlatokat, hogy mi mennyivel fog emelkedni, de sajnos egy olyan 5-6% alsó hangon biztos, hogy annyival emelnünk kell az árakat. És ugye ezt a lakosság nem csak a kenyér árán érzi meg, hanem ugyanúgy, ha lisztet vesz, ha bármi mást vásárol, ott is észreveszik. Karcagon a pékségben több hétre elegendő tartalékliszt van. Nekünk úgy előre két hétre mindig van annyi, vagy egy hónapra való liszt mennyiségünk, de hát folyamatosan venni kell ahhoz, hogy mindig friss liszt, vagy ne friss liszt legyen, hanem a raktárban, hanem pihentebb liszt, úgyhogy már nekünk a jövő héten venni kell, akár áremeléssel is. Sajnos nem csak a lisztára emelkedik, egyéb járulékos költségek is terhelik az ágazatot. Minden üzemanyagár, bár most éppen azt olvastam, hogy péntektől csökken az üzemanyagár, de hát nem olyan jelentős az, hogy ezt észre lehessen, a sok-sok emeléshez képest nem igazán lehet észrevenni, és minden folyamatosan emelkedik mindennek az ára. Nyilvánvaló, hogy kihat mindenre, mert ezért gépkocsival szállítanak, a gépek energiával mennek mindenhol, akár malom, akár pékség, úgyhogy bármilyen energiaáremelés nagyon súlyosan érint bennünket. A pékségek nem tudják saját költségbe beépíteni a megnövekedett költségeket. Egyrészt azért már most ott tartunk, hogy lehet, hogy a bért sem elég egy évben egyszer emelni, mert ilyen áremelés mellett elvárják a pékek is, hogy időközönként kompenzáljunk valamit, és hát ezen kívül ugye az összes többi költségnövekedés, ezt már képtelenség lenyelni. A karcagi pékségben a minőség mindig garancia. Érdemes a helyi manufaktúrákban vásárolni, hiszen akkor tudatosan a helyi családokat segítjük.